Kettőből kettő győzelem volt a csata díjese, 3-ból 3 pedig a nyíregyházi kosársuli mérlege a két csapat találkozója előtt. Farkasinszky Gyuláné tanítványai kemény mérkőzésre számíthattak, hiszen a budapesti csapatot számos korosztályos válogatott is erősíti. A vendég nyíregyháziaknál ellenben 3 rutinosabb játékos mellett elsősorban a juniorok jutottak szóhoz ezúttal, akiknek tapasztalatszerzés szempontjából kitűnő lehetőség volt az összecsapás. A kosársuli játékosai azonban nem ijedtek meg, jól kezdtek, az első negyedben még a vezetést is sikerült megszerezniük. Később azonban kijött a rutin és a két csapat közötti különbség, ami a pontokban is meglátszódott. Végül ugyan 102-57 lett a végeredmény a csata javára, azonban a nyíregyházi kosarasokra nem lehet panasz, tisztesen helyt álltak az esélyesebb csapat otthonában. Az első fél időben szerintem teljesen jól játszottunk, az első negyed végén még mi is vezettünk. Aztán ugye fontosan váltotta a védekezését a csata, tehát egy emberfogásból ugye átment utána egy 1-3-1-es zónába, amit még mindig sikerült megoldanunk, és ugye amikor egy ilyen vegyes védekezést kezdtek alkalmazni, hogy a legjobb játékosunkat, ugye a Pap Klaudiát megpróbáltak mindenféleképpen kimenni a játékból, hogy ezzel nehézé tenni a mi életünket, ami sikerült is alapvetően megoldották. Onnantól kezdve kicsikét összegött a játékunk, és nem azzal volt a baj egyébként, hogy nem tudtunk helyzetet kialakítani, mert ezek megvoltak, mert végülis 60 kosárlabdázási kísérletünk volt, ami úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó százalékos arány mérkőzésről mérkőzésre, viszont a kihasználás, nem tudtunk ebből csak 16-ot értékesíteni, ez egyértelműen azt sugallja nekünk is, hogy picikét másabb ritmusban kell megpróbálnunk kosárlabdázni, kicsikét gyorsabban kell a dobásokat végrehajtanunk. A dobó százalék javítása pedig különösen fontos, hiszen pénteken már ismét pályára lép a Nyíregyháza kosársuli, hazai pályán az eddig nyeretlen eltett csapatát fogadják. A cél pedig egyértelműen a kötelező győzelem begyűjtése.